Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Burgula András, a Gólem Színház alapítója és rendezője. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Ez egy nagy dolog, amikor egy művét sikerül fölébreszteni és reggeli adásba becipelni. Magyarországon napjainkban egy kultúrforradalom folyik, bal és jobboldali színházak, írók. Nem is forradalom, ez egy ilyen csendes kis piszkálódás. Hol foglal itt a Gólem Színház helyet? Az a klasszikus kérdés, hogy hova álljanak a zsidók. Igen. Szerintem ez nem egy csendes kis piszkálódás, tényleg, tehát hogy egy nagyon komoly területfoglalás zajlik, de az sem igaz, hogy ez most kezdődött. Tehát hogyha visszanézünk arra, hogy hogyan döntötték el, hogy ki legyen az új színház igazgatója két kadenciával ezelőtt, akkor látjuk, hogy egy hét oldalas politikai kiáltvánnyal, amit a egykori MÉP vezetője és a jelenlegi igazgató írt, színházat lehetett igen, kapni. Igen, kedves riportalanyom, aki ugyanarra az egyetemre járt, mint én, csak ő művészetet, én meg Lubgeset, filozófiát tanultam, de könyörgöm. Akkor, amikor a Habimának vagy a Kamerének kinevezik az új igazgatóját, ugyanilyen csatározások vannak ott is. Teljesen igaz, és ebben tökre egyetértünk. Én nem gondolom, hogy a bármikori kormány az jobb volt a Deák Névásznánál. Tehát igen, a kormány a hozzá közel álló művész nevezte ki ezeknek a színházaknak az élére. De a művészek azok kormányfüggőek? Vagy ez, amit én nem értek? Úgy tűnik, hogy az emberek, nem mindenki, vagyis van, aki jobban, van, aki kevésbé, és igenis lehet tudni, hogy ezek a művészek talán ehhez a kormányhoz állnak közelebb vagy távolabb, ezeket az értékeket, hogyha nem akarunk politikai fogalmakban beszélni, hanem értékrendszerről, akkor azt mondják, hogy igen, ők a liberális vagy demokratikus értékeket, ők pedig a hagyományos, konzervatív, nemzeti értékek. Dehogy is, hogy a fenébe, hát az irodalmi színpad, az irodalmi múzeum igazgatója, az egy volt fideszes országgyűlési képviselő, volt nagykövet, ő rá mindent lehet mondani, az evangélikus egyház civil vezetője, csak éppen azt nem lehet mondani, hogy egy bolsevik vagy egy ultraliberális figura. Nem, nagyon magas szintű művészetet kedvelő, preferáló ember. Ezt lehet rá mondani. Hát akkor mi a franc a baj? Hát nincs is baj velő, az igazgató. Hát az, hogy piszkálják hát a opera színház igazgató, vagy az opera igazgatóját is azért, hogy nehogy a Billy Elliot nézése közben meleggé váljunk. Én csak azt akarom mondani, hogy befejezem az előző gondolatot, hogy igen, valóban mindig a politika kedve szerint választott igazgatók szerint, de azért azt gondolom, hogy mindig volt egy színvonal. Tehát, hogy Jordán Tamás vagy Alföldi Róbert, de még azt gondolom, hogy Vinyánszky Attila is képvisel egy színvonalat, ettől független vannak olyan igazgatók, mint például akár az új színház igazgatója, aki nem. Na akkor nézzük Burgula Andrást, a Gólem Színház igazgatóját, aki az egyik médiumban azt olvastam ma hajnalban, hogy amatőr színészeket keres. Hát a Gólem Színház amatőr színészeket, amikor igazi színészek is van. Nem, hál' Istennek nekünk van nagyon sok, most már kicsit talán túl sok olyan produkció a repertoáron, amit fönn kell tartanunk, aki a profi színház életét megtöltik, viszont nagyon sok megkeresésünk van, főleg a zsidó közösségből, hogy igazából nincs Magyarországon zsidó közösségi színház. Iskolai szinten van a Lauder iskolában egy csodálatos diák színjátszó közösség, de ezen kívül nincs. És ők azok a zsidó emberek, akik elmúltak 18 évesek, és szeretnének valahogy színház közelbe kerülni, azok hova menjenek, úgyhogy így előbb-utóbb kötelességünké vált, hogy egy amatőr színjátszó szakosztályt is. Hát, és ki foglalkozik velük, hova menjenek. Az egy hely a Goldmark, de nincs, aki ott tart egy profi színjátszó minden műhelyt. Minden nap van valami előadásod. Igen, de még egyszer mondom, előadások értem. Vannak, de nem olyan, aki esetleg azt mondja, hogy gyertek, akkor én tanítok színészképzést, színpadi mozgást, színpadi beszédet, zsidó színház történelmet, izraeli színház történelmet, egy kicsit tanuljuk ezt meg, és aztán csináljuk együtt. De az a baj, hogy ugye Európában ez az egyetlen zsidó közösségi televízió. Na most ezt a televíziót, ezt az adást 3 millió fölüli otthon számban lehet nézni. Az, hogy ebből hányan nézik, az jelen pillanatban nem érdekes. De
az a szó, hogy zsidó, azt én büszkén használom, másoknak ez egy citok szó. Az, hogy Izrael, az önnek meg nekem, mert közünk van hozzá, ugyanúgy megpezsdíti a szívünket, mint amikor magyarokról van szó, hát még a magyar zsidókról van szó. De vajon van ebbe a költségvetésbe egy sor? Nekünk szerintem pont az lenne a célunk, ezt gondolom, vagy hogy a filantrópiát szeretné bevezetni. Én azt gondolom, hogy egészen addig, igen, ameddig mi költségvetési soron vagyunk tartva, mondjuk a Gólem Színház lényegesen kevésbé, mi igazából nem kapunk szinte elenyésző állami mi vagy közösségi támogatást. Na hát akkor ugyanabban a hajóban nevezünk. Január óta még egy nyomorult hirdetés sem sikerült kapnunk. Hát ha változik, de egyébként azt gondolom, hogy igen, akkor... Igen, az idős anyám, akinek Mengele volt a házi orvosa, már mondta, hogy inkább talán bírjak, mint hogy tévést játszak, mert nem bírja tovább finanszírozni. Én szerintem a közösségnek előbb-utóbb el kell tartania magát. A számára fontos projekteket, legyen ez televízió, színház. Nekünk, lehet, hogy meg fogunk erről beszélni, nagyon nagy bevételünk származik, a költségvetésünk komoly része származik jegybevételből és adóvisszaigényésből, a TAO-ból, és igenis, ez lehetőséget ad arra, hogyha a közösség a saját pénzéből fizesse, és itt most nem feltétlenül csak a zsidó közösségről beszélek, hanem a színházba járókról. De a színházba járó, tehát amikor én elmegyek az operaházba, és kifizetek mondjuk, hogyha nem újságírói jeggyel megyek, ami 2500 forint, nem elmegyek egy normál jeggyel, azért fizetek 7500-at. Istenne, hogyha nagyon jó helyen akarok ülni 15000 forintot, de az meg nem közelíti annak a széknek az árát abban az előadásban. Tehát azt valakinek dotálni kell. Ez egy azért nem... Azért igaz és nem igaz egyszerre, mert az operában ez, vagy az operetben akár, vagy a nagyszínházaknál ez így igaz, de a független színházi közegben, ahol például én is mozgok, ott igenis a jegyekre befizetett pénz, az eltartja az előadást. Tehát, hogy mi úgy kalkuláljuk, a mi üzleti modellünk olyan, hogy egy 150 fős nézőtér, ha teltház van, akkor az igenis eltartja az előadást. Na akkor nézzük, ebben a rökkenő melegben hol tud olyan befogadó helyet bérelni, ahol léghűtés is van, és mit fogott előadni? Ez nem a reklám. A bázisunk az a Jurányi Inkubátorház, a második kerületben, ahol van azok az irodák, ott is játszunk sok előadást, és ezen kívül a Hadszínteátrum, ami még egy játszóhelyünk, ahol legalább 4 előadást játszunk az évad során. Hadszínteátron a Jókai utcáról beszélünk. Így van. Úgyhogy mind a két hely nagyon színvonalas. Hogy fogadja a közönség ezeket a nagyon zsidós, régi blikfangos darabokat, amiket önök előadnak általában? A közönség nagyon nyitott, szerintem inkább az új dolgokra, tehát hogy mi ugyan használjuk azokat a régi színházi eszközöket, amik nem is annyira zsidósak, inkább színházi szakmai fogások, és már 3000 évesek, mert hogy ez már a görögöktől elindult. De mi nagyon kortársak vagyunk, mi nagyon a máról beszélünk. Mi most is például, amit próbálunk, azt a darabot ne most jegyenek, írják. Ne kedves nézőim, akkor, amikor Bulgul András azt mondja, hogy kortárs, akkor nem arra gondol, hogy orvérzésig káromkodni fognak, nem arra gondol, hogy obszén kifejezések lesznek, nem arra gondol, hogy szexuális kapcsolatot fognak teremteni a színpad kellős közepén, mindez álcázva, ráutalva csak. Én azt gondolom, hogy még ezt is lehet csinálni, az ízlés a lényeg tényleg. Tehát, hogyha ez egy öncélú káromkodás, annak semmi értelme nem lesz, ha öncélú mesztelenkedés a színpadon csak azért, hogy megmutassuk, hogy jaj, de csodálatos színész vagyok, vagy jaj, de fantasztikus rendező, annak nincs értelme. Hogyha ez jól van megmutatva ízléssel, akkor ennek van helye színpadon, és azért használjuk is. Ugorjunk egy nagyot. A magyar zsidóság az eléggé sokrétű. Az egyik ilyennek, például a Mazsihisznek van most egy új szakgimnáziuma, ami azoknak az embereknek szól, akik leérettségiztek, de vagy nincs még meg a nyelvvizsgájuk, ezért nem vették fel az egyetemre őket, vagy egy plusz szakmát szeretnének tanulni. Miért nem lehet ott ebben az épületben, ebben a gimnáziumban, vagy akár a zsidó egyetemen, ami lánykori nevén Országos Rabbi Képzőintézet, mai nevén Orzse, Országos Zsidó Egyetemen, a művészképzést bevezetni, arról nem beszélve, hogy szerintem a zsidó vezetőknek sem árt, hogyha pár dolgot megtanulnak a színházból, nem csak színház történetet. Köszönöm szépen. Nekem egy nagy múltú színész volt a beszédtanárom, és aki odafigyel arra, hogy hogy beszélek, az ki is tudja barkopázni, hogy ki volt az. Tehát akkor menjünk tovább. Miért nem próbálkozik a zsidóknál?
Hát először is próbálkozzanak a zsidók nálam, tehát megfordítanám a dolgot. Másrészt azt gondolom, hogy van azért a érdekképviseleti szervezetek által fenntartott intézmények, és akkor ez itt most lehet bármelyik gimnázium vagy főiskola, amit megvásároltak, vagy elindítanak, vagy átalakítanak, és a színházművészetek között egy kicsit feszültség, ugyanis ezek az érdekvédelmi szervezetek, legyen ez a Mazsihiszt, vagy akár az EMIH, vallási alapon szerveződnek, ezek zsinagógák szövetsége, a nevében is ezt mondja, és a zsidó vallás és a zsidó színház azért nem járnak kéz a kézben, nem véletlenül nem alakult ki ez a művészeti forma ezer éveken keresztül, miközben a vallás volt. Akkor ezen mégis kívül... az üldöztetés éveiben, a Soá idején, az előbb általam említett Goldmárterem, amikor a Numerus Clausus következtében a színpadról még a zsidó származású sminkes lányokat is kitiltották, akkor a világ nagyjai, egy országnak bizony a példaképei együtt tudtak lenni, és egymásnak tudták adni a folytatást, meg a széket alá tudták tolni, akik éveken keresztül egymással nem beszéltek. Bizony, nagyon kevesen tudják, hogy a Goldmark terem ugye egy tökéletesen működő színházi évadot adott 43-44-ig, ami ugye egy csonka évad volt az ismert történelmi tények miatt, és 500 előadás ment le egy évadban, és 120 ezer jegy kelt el. Tehát, hogy azért lássuk be, hogy egyrészt igény lenne rá arra, hogy a zsidók színházat csináljanak, és a zsidók általában egész jó színházat csináltak a magyar történelemben, de a Magyarországon kívül is. De valamiért távolságtartóak ezek a intézmény fenntartók attól, hogy művészetet keverjenek bele. Én azt gondolom, hogy azért talán, mert a művészet önmagában is kritikus, mint ahogy egy televízió, egy újságíró is, az a feladata, hogy kritikus legyen, és ki akarja, ki az a fenntartó, aki azt akarja, hogy vele szemben kritikát fogalmazzanak meg? Hát egy marketing szak, vagy egy nem tudom milyen szakok indulnak még, az nem nagyon tud kritikus lenni, az megtanulja a szakmát, egyébként tud, de most nem menjünk ebbe bele, megtanulja a szakmát, és köszönöm szépen, csinálja köszönöm, jól. Köszönöm szépen, két percünk van hátra, és szeretném kihasználni azt, hogy van bennünk valami közös. Ugyan én fiatalabban kerültem Izraelbe, mint te, de Sham Naldu Yeledai Bene Hadai, ott születtek a gyerekeim és az unokáim, bezárt a kapuit, elérte a kapitalizmus az izraeli televíziót, és a televízió Hinukid, az iskola televízió bezárta a kapuit. Beszéljünk, nem azt mondom, hogy temessük, mert majd valami jó üzletember újra feltámaszza. Szükség lenne egy hasonló televízióra Magyarországon, mint az izraeli televízió Hinuki volt. Igen, hát hivatalosan van ilyen televízió. A kérdés, hogy ellátja a feladatát, hogy lehet kritizálhatjuk az állami nem feladatunk, de nem de feladatunk, de hogy azt, nagyon fontos lenne. De tudjuk azt, hogy ez a napi 4 órás adás, amit az izraeli köztelevízióban volt, a televízió Hinukit, hogy milyen ifjúsági műsorokat csinált. Én azt gondolom, hogy nagyon hasonlóan a magyar televízió is csodálatos ifjúsági műsorokat csinált. Hát én is azon nőttem föl, azokon a filmeken, azokon a színészeken, akik este, nem tudom, Shakespeare, Csehovot, meg Hamletot játszottak, és másnap a televízióba forgattak gyerekfilmeket, és ugyanezek a típusú szuperszínészek készítették, műsorkészítők a Hinukitnak a műsorait Izraelben is, de a piac, vagy a politika együtt, ezek a dolgok inkább egyre inkább összefüggenek, diktál. Ott is, és itt is. Egyetlen mondat, hamarosan ránk köszönt a péntek. Milyen előadás legközelebb, mikor kezdődik a Gólem Színháznak az előadása? Szeptemberben kezdődik az évad, és szeptember 30-án rögtön egy bemutatóval kezdünk. A Kiválasztottak című, kortárs előadást fognak látni. Azt gondolom, hogy aki a bátrak jöjjenek. Kedves nézőim, az elmúlt percekben bebizonyítottuk, hogy Burgula Andrással lehet beszélni nem csak a tankokról, amint egy kereskedelmi televízióba szokott, nem csak arról, hogy milyen volt katonának lenni, hanem a kultúráról, a színházról, a színészek megélhetéséről és továbbképzéséről. Ezt megpróbáljuk legközelebb is vele. Most 8 óra 31 perc van, előzetesek jönnek, majd az előzetesek után megmutatjuk, hogy mégiscsak van filantrópia. A Kárpát-medencében nagyon sok fiatalt támogat egy alapítvány, jelen pillanatban Kovács Krausz Zoltánról van szó, aki egy erdélyi magyar zsidó, az ő történetéről következik, felvételről egy 15 perces beszélgetés, majd ezt követi
stúdiónk állandó vendége, Seres Attila. Tartsanak továbbra is velünk.